tessék! Számomra a tündérkert életem legizgalmasabb kihívása. Filmesként ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kaland, munka, élmény, háború, mindegyütt. Nézőként, olvasóként, emberként pedig egy nagyon szép és szomorú tanmese az emberi gyarlóságról, a hatalom korrumpáló erejéről, a csúcson levők magányosságáról, és vannak olyan csodálatos karakterek, akikkel egyszerűen jó menni. Szerintem Báthori titka abban lehetett, hogy szemtelenül jóképű, rámenős, magabiztos volt. Ugye ő fejedelmi családban nőtt fel, ez szívta magával az anyatejjel, tehát ő meg volt róla győződve, hogy körülötte forog a világ. De nem visszataszító módon csinálta ezt, hanem magával ragadó módon. Sokszor emlegetjük, hogy Báthori olyan volt akkoriban, mint ma egy rockstar, hogy mindenki a közelébe akar lenni, de amikor akkor mérges, akkor meg mindenki szaladt tőle. És volt egy ilyen elképesztően veszélyes eltökéltség benne, hogy már pedig ő Erdélyt fel fogja virágoztatni. És nagyon jó elképzelései voltak, meg volt hozzá a hatalmas tehetsége, és emellé társult számos olyan emberi gyengesége, amiből ez a nagyon furcsa Báthori mix ki tudott alakulni. Már Móricz is úgy állt hozzá néhány száz évvel az események után, hogy annyit kivett belőle, amennyi érdekes, de hozzátett. Úgy, hogy az ő olvasóinak az izgalmas legyen. És 100 évvel később a mi forgatókönyvíróink pontosan ugyanezt tették, hogy hozzáigazították ahhoz a tempóhoz, ahhoz a fordulat éjséghez, ahhoz az izgalmas karakterekhez, amit ma egy sorozat falu néző elvár. És amikor olvastam, akkor végig ezt éreztem, hogy de hát ez 21. századi. Ez releváns, ez izgalmas. És a harmadik, negyedik oldalnál tudtam, hogy ez nekem nagyon izgalmas, és amikor elértem az epizód végét, az első forgatókönyv végét, akkor én tudtam, hogy én ezt meg akarom csinálni. Ez egy nagyon jó drámai sorozat. Izgalmas, látványos, fordulatos. Tele van mindezzel a finomsággal, amitől ma jó nézni egy sorozatot. Én ezt végig akarnám nézni.